Sziasztok, kedves lányok, kedves rácok! Mindenki fél valamitől, ki a kutyáktól, ki pedig a gomboktól, én pedig a hajcsavaros öregasszonyoktól, na de ez most nem lényeg. Vannak olyan félelmek, amik a mindennapokat is megbénítják, és csak szakember segítségével lehet túlendülni rajtuk. Na már most, ebben a videóban elhoztam nektek 10 fóbiát, amiről még biztos, hogy nem hallottatok. Ha érdekel titeket a videó, mindenképpen tartsatok velem. Jó szórakozást hozzá! Még mielőtt elkezdenénk a videót, szeretném titeket megkérni arra, hogy mindenképp iratkozzatok fel a csatornámra, ha tetszenek az ilyesfajta videók vagy esetleg tartalmak. Ezzel jelzitek nekem azt, hogy szeretnétek még többet, és hogy legyenek még videók. Köszi szépen, csak ennyit szerettem volna mondani, most már tényleg jöjjön a videó. Első, gombfóbia. Elsőre viccesen hangozhat, ám valójában elég nyomasztó a gomboktól való félelem. Ezek az emberek nem tudnak gombos ruhákat hordani, de még a látványuk is szörnyen riasztó számukra. A mindennapi életet nagyon megnehezíti, hiszen egy olyan munkahelyen, ahol mindenki öltönyt és inget visel, ott egy gombfóbiában szenvedő ember szinte képtelen dolgozni. Második, dextrofóbia. A dextrofóbiások félnek a tőlük jobbra helyet foglaló tárgyaktól. Más fóbiákkal ellentétben a dextrofóbiát általában konkrét történés, például egy baleset váltja ki, amiben a jobb oldal érintett, ezáltal van az, hogy a szenvedő nagyon védelmezi azt az oldalát. Általános tünetük az, hogy minden dolgokat átpakolják a jobb oldalukra, az utcán pedig rettegve közlekednek. Harmadik, erotofóbia. A szerelem fizikai részétől vagy az arról való társalgástól való félelmet jelenti. Ezek az emberek, a férfiak és a nők egyaránt, még a témát is zavarónak tartják, és a szerelem fizikai részétől annyira szoronganak, hogy az ilyen helyzeteket igyekszik messziről elkerülni. Negyedik, krometofóbia. A pénztől való félelem. Az ettől szenvedők irracionális rettegést éreznek még a pénz gondolatától is. Attól félnek, hogy rosszul kezelik, és úgy tartják, hogy a pénz minden rossznak a forrása. Irtoznak az érintésétől és a látványától is egyaránt. 5. Ambulofóbia. A sétálástól való félelmet jelenti. Az az ember, aki ezzel a fóbiával szenved, már a sétálás gondolatától rosszul lesz és izzadni kezd. Ez egyébként egy igen ritka fóbia. 6. Pogonofóbia. A szakálltól való félelmet jelenti. Először az 1850-es években írták le, ekkor a bádeni jezsuitákról tudósított David Smith, hogy a szakáll láttára elfogja őket az undor. Sok teória és feltételezés született már arról, hogy vajon miért alakulhat ki valakiben a pogonofóbia. Valószínűleg szerepet játszanak benne a kulturális sajátosságok és a berögződések. 7. Pedofóbia. Félelem a gyerekektől. Soha nem vágynak arra, hogy saját gyermekük legyen, de még mások gyerekeit sem szívelik el, mert azoktól is betegesen irtóznak. Igyekszik elkerülni azokat a helyzeteket, ahol kicsikkel találkozhatnak, mert azonnal szorongani kezdenek és fizikailag rosszul is lehetnek. 8. Gamofóbia. A házasságtól való beteges félelmet jelenti. A gamofóbiában szenvedő személy örjöngő hisztériába esett a házasság, vagy egy komoly kapcsolat puszta gondolatára és ötletére. A gamofóbia tünetei: nehéz légzés, túlzott izzadás, fulladásérzés, mellkasi fájdalom, szédülés, emésztési problémák, megnövekedett vérnyomás, izomláz, hányinger. 9. Odontofóbia. Akár évekig is megakadályozhat valakit abban, hogy elmenjen a fogorvosához rutinvizsgálatra, amely rossz higiéniás állapotot eredményezhet. Mint tudjuk, egy kisebb fogászati probléma gyakran jóval súlyosabbá válhat, csupán a halogatás miatt. A fóbia hiányában könnyedén megelőzhető lenne. Egyeseknél akár egy rossz gyermekkori élmény is előhozhatja a jövőbeni fogorvosi látogatásokhoz társuló félelem kialakulását. 10. Androfóbia. A férfiaktól való félelmet jelenti. Az olyan nőket, akik ebben a fóbiában szenvednek, félelemmel tölti el már maga a tudat, hogy kapcsolatba léphet egy férfival. Egyáltalán nem viselik el, ha hozzáérnek, vagy ha egy másik test súrolja a saját testüket. A férfi testnek a látványa undorral tölti el őket, és emellett kusztustalannak tartják a testiség legszelidebb formáit is.
Na hát el is érkeztünk a videó végéhez, én nagyon szépen megszeretném köszönetek a figyelmet, ha tetszett a videó mindenképpen jelezzétek nekem egy lájkkal, ha szeretnétek követni a munkásságomat, akkor pedig iratkozzatok fel. Találkozunk a következő élőadás vagy esetleg videó formájában, további szép napot nektek, pisz testvéreim, sziasztok!